Karinti írja. Kedves Nádas Sándor, itt küldöm neked most megjelent Utazás a koponyám körül című könyvemet. Engedd meg, hogy a szokásos ajánlást szeretettel, KF, a szokottnál kissé terjedelmesebben bigyesszem hozzá. Először azért, mert nem szeretném, ha a szép, de agyon kompromittált szót puszta formaságnak vennéd. Másodszor, mert irodalmi természetén túl a könyvnek, mikor folytatásokban jelent meg, társasági és társadalmi tanulságai voltak, és tudom, hogy velem együtt az ilyenek őszintén és hivatottan érdekelnek téged. Azon kívül azért is fordulok hozzád és senki máshoz, mert soha nem voltál velem szemben elfogult, inkább szigorú voltál, mintha valami előttem ismeretlen, belső ellenkezést kellett volna legyőznöd, hogy adott esetben mégis pártomra állj és igazat adj. Ebben az esetben különösen érdekes módon nyilatkozott meg ez a kettős érzés. Az egyik folytatással kapcsolatban cikket írtál a készülő regényről. Azzal kezdett, hogy már megint gusztustalan dolgokkal keserítem az olvasót. Kórházakról, daganatokról, késelésről, szenvedésekről számolok be kéjelekbe, mikor úgyis annyi baj van a világon. Végig olvastad a fejezetet kínos érdeklődéssel, azután földhöz csaptad. Azután szépen felkotortad a földről, és még egyszer végig olvastad. Látod, Sándor, nem olyan egyszerű a dolog. Ugyanúgy voltam én az írással, mint te az olvasással. Én is földhöz vágtam, aztán megint elővettem, muszáj megírni, akár akartam, akár nem. Hiszed vagy nem, szemérmes és tartózkodó vagyok, nem tartom valószínűnek, hogy egy író személye jobban érdekelje az embereket, mint a gondolatai vagy az érzései. De az igazat megírni, még ha véletlenül rólunk van is szó, úgy látszik, nem személyeskedés. És nem is olyan könnyű, mint ahogy gondolni lehetne. Ami a legnagyobb baj, nem elég hozzá őszintének lenni, ugye észrevetted már, mint aki velem együtt rajong az igazságért, hogy aki őszinte, még nem mond igazat. Elmondani valamit úgy, ahogy történt, ha ez az őszinteség elég volna. Nem különböznének egymástól az önéletrajzok olyan jellemzően, hogy a romantikus író önéletrajza például mindig elfogult a romantikus, a naturalistáé pedig elfogultan és hazugan természetes. Könnyű képzelődni, de nehéz a valóságban észrevenni valami ismeretlen szerző, természet, Isten végzett képzelődését. Hidd el, nekem is ellenállást kellett legyőznöm, mikor egy egyszerű eseményről beszámolva bemertem vallani a tényt, hogy aki ezen az eseményen keresztül esett, véletlenül nem egy konzervgyáros volt, hanem egy író. De meg kellett tudnom, s meg kellett tanulnom, hogy a materializmus sokkal bonyolultabb dolog, mint az impressionizmus vagy a stilizálás. A régi festők, akiket egy finom, lárpurlárista, kicsit lenézés, akik naturalisták voltak, sokkal nagyobb és kényesebb skálával dolgoztak, mint a maiak. Kénytelenek voltak vele a világot és a valóságot, minden században legalább egyszer újra föl kell fedezni, és a valóság nem olyan szimpla dolog. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy a könyvem körül fölmerült érzések és vélemények jelentésével tisztában vagyok, nem áltatom magam. Ha csak sikerről lenne szó, nem szabadott volna megírnom. Sikerem a betegségemmel volt, bármi különösen hangzik, rokonszenv hullám árad felém részvét és megértés. Nemesebb és előkelőbb lett volna hallgatni utána, másról beszélni, soha szóba nem hozni többé. Így más a helyzet. Nem tudom, lesz-e olyan népszerű a könyvem, mint amilyen a betegségem volt. A folytatásokat mohón olvasták, mint egy detektív regényt, ahogy Móricz Zsiga írja róla. De már föltámadt az ellenkezés és ellenállás. Először, nem furcsa? Orvosi körökben. Ez nagy meglepetés volt a számomra, mindig rajongtam az orvostudományért és az orvosokért. Legjobb barátaim orvosok voltak.
Ők is szerettek, tudták, hogy milyen elfogulatlan érdeklődés vitt hozzájuk, beavattak, mindent megmutattak, amihez csak a tiszta kezű tudomány közeledhetik az élet titkaiból, s amit látni csak a tiszta szívű művész méltó. Láttam születést és halált, láttam nyomorult testben ép lelket, és tébolyt az atléta agyában. Meg voltam győződve, hogy ha más nem, az orvosok mind meg lesznek velem elégedve. Nem így történt, illetve nem egészen így. Már az elején figyelmeztettek, hogy sokan indiszkrécióval vádolnak, amiért úgy beszéltem az orvosokról, mint emberekről. Ezek voltak az őszinték, a kevésbé őszinték, azzal leplezték szentségtörésem fölött érzett felháborodásukat, hogy a közléseim alapján támadt hipohondria hullámra hivatkoztak. Igaz, írásom hatása alatt sok képzelt beteg gyötörte házi orvosát és a tanárokat, egy kis tumor, pszichózis keletkezett a városban, de arról csak kevesen tudunk, hány igazi beteg életét mentette meg ez a nyilvánosság, amiről van-e kötelező páciensi titoktartás című előadásomban beszéltem. De nem erről van szó. Meg kellett értenem, hogy nem csak orvosok vannak, hanem van orvosi kar is, és az orvosi kar azon a szükséges és jogos tekintély követelményen túl, ami a betegek érdekét szolgálja. Valami misztikus hatalom és hozzáférhetetlenség is, sérthetetlenség és csalhatatlanság ködébe hajlamos burkolózni. Ami nagyon helyén való, a valóban rejtelmes anyaggal dolgozó egyházi hierarchiákban. De semmi értelme a világosságot és szabadosságot kereső természettudomány területén. Ebben nyíltan megmondom, nem is megyek bele. Költői hasonlatképpen esetleg magam is neveztem már az orvosokat a tudomány papjainak. De a vallási kultusz jogosultságát csak olyan szférákban ismerem el, ahol már nem segít a bukás. Nem megyek bele, hogy a tudományban is eretnekségnek és protestantizmusnak számítson az alaptételekre, nálunk a Bibliára való hivatkozás. Különösen azért nem, mert sok jel mutat rá, hogy itt is úgy járnánk, mint a vallásháborúkban, ahol éppen a legrajongóbb keresztényeket égették el és tették indexre. Ismétlem, imádom a tudományt, függetlenül attól, hogy az életemet adta vissza. Jobban imádom, mint akik a tekintélyét féltik tőlem. De erre a gúnyos kérdés, hogy vajon Olive Krónával szemben is olyan elfogulatlan leszek-e, mint más orvosokkal, azt feleltem. Olive Króna visszaadta a szemem világát. Magára vessen, hogy őt is tisztán igyekszem látni, tisztán, becsületesen, szemtől szembe. Az orvos nem pap, embertársam ő. Nem annyival több, mint amennyivel többet hisz, hanem amennyivel többet tud nálam. Fokozottan és különösen a mai furcsa időkben, amikor orvos és páciens, úgyszólván sorstársakká lettek egy másik áramlattal szemben, mely se nem vallás, se nem tudás, hanem mindkettőnél jobban burjánzó téboly és babona, s mely olyasfélét hirdet zavarosan és ostobán, hogy nincs szükség betegre, és nincs szükség orvosra. Aki megmenti, csak a fajtára van szükség, amely szent és sérthetetlen, s kidobálja magából az egyént, az orvos tudománytárgyát. Ennyi az egész. Szeretném, és talán nem egész önzőn, ha sokan olvasnák a könyvben. Ami a sikert illeti, hát Istenem, talán nagyobb sikere lett volna, mint kuriózumnak, hanem happy enddel végződik a műtét. A halál egy időre divatossá szokta tenni az írót. De akkor viszont nem tudtam volna megírni a könyvet. Nincs tökéletes dolog a világon. 1937. április 22. Szeretettel ölel Karinti Frigyes.